Köszönetet szeretnék mondani biztos úrnak, hogy egy hónapon belül immár másodszor jár Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy azon biztosok közé tartozik, aki probléma megoldó, azon biztosok közé tartozik, aki keresi a megoldását egy Európai Uniós kérdésre. Készen vagyunk az együttműködésre, és mint ő is elmondta, csak közös európai választ lehet adni erre a kihívásra, és Magyarország ebben együttműködik Avramopoulos biztos úrral, együtt kíván működni a bizottsággal, valamint az egész Európai Unióval. Egyértelmű az, hogy egy ország nem fog tudni megbirkózni vele, az, hogy együtt, közösen tudjuk ezt megoldani. Ennek a probléma megoldásnak a gyakorlati és a tényadatokat figyelembe kell venni. Egyértelmű az, hogy vannak nagyon sokan, akik menekültként érkeznek a hazájukból, azért, mert fegyveres harcok vannak, életüket kockáztatják. De nagyon sok problémát jelent az, hogy ezeknek az embereknek a menekült státuszát kihasználva nagyon sokan illegális migránsként, gazdasági menekültként csatlakoznak hozzá. Ezt az elválasztást meg kell tudnunk a későbbiekben tenni. Köszönjük azt a segítséget, ami itt elhangzott, hogy több millió euró jutott Magyarországra, de azért szeretném elmondani, hogy Magyarország a külső határok védelmére és a menekültek ellátására több mint 200 millió eurónyi összeget fordított. Tehát ami a lényeg, együttműködni szeretnénk, szeretnénk olyan közös álláspontot kialakítani, amely Európa valamennyi országának jó, de Magyarországnak is jó. Szeretnénk a külső határokat megvédeni, és azért, hogy a schengeni belső határok megmaradhassanak. Nem szabad azt megengedni, hogy az európai emberek egyik legnagyobb vívmánya, hogy szabadon utazhassanak Európa területén, veszélybe kerüljön. Ezért dolgozunk, és remélem, hogy közösen meg fogjuk találni azt az utat, amely ide fog vezetni, hogy a Schengen határait belül nem, kívül megerősítjük, és megfelelő módon biztosítjuk állampolgáraink számára az utazás szabadságát, a jogrend visszaállítását, a biztonságot.